Sziasztok! Németh Kristóf vagyok. Sokan ismerhettek a tévéképernyőről, de most nem ezért vagyok itt. Úgy döntöttem, hogy elindítom saját YouTube csatornámat, ahol megmutatom a mindennapjaimat, a családomat, a barátaimat, a kollégáimat, a kulisszatitkokat, és ahol teljesen őrült tartalmakat is láthatsz. Szerintem ütős lesz. Na, elindulunk a mai kalandra, Rémre fogunk menni, hogy hol van Rém, és hogy ki lakik ott, azt most még ne kérdezzétek, mert meglepetés lesz, de viszünk neki egy Pár utcai fiúk hangos könyvet, azért mégis Molnár Ferenc, tehát a kultúrát kicsit színesítsük. Lóci azt mondta, hogy jó legyen az outfitje, hozza van ezt a cipőjét. Én meg hozok egy inget, meg egy zakót magammal, mert ma tanárfigurákat fogok eljátszani. Na jó, megmondom kivel. Nasz Danihoz fogunk most elmenni. Megindulunk, először elmegyünk most Lóciért a suliba, most már végzett a mai nappal. És aztán még van egy pici dolgunk, tudnék, hát csináltam egy hülyeséget, és erre vigyázzatok ti is nagyon. Ezen az ujjamon, itt a köröm ágynál ízélgettem a bőrt, és beszakítottam. És hát ilyet gyakran csinál az ember, vagy nem tudom, ki csinál gyakran, ki nem. Én nekem sajnos ez rossz szokásom. Nézzétre most ez begyulladt, úgyhogy el kell menni a sebész barátomhoz még a klinikára, mielőtt elindulnánk, és ő majd mond egy szakvéleményt, hogy föl kell vágni, vagy nem kell fölvágni. Szerintem föl kell vágni. És akkor egy kis műtét, aztán pedig megyünk Nasz Danihoz. Hello! Hello! Hello. Na, együtt a banda. Szia! Szia, drága! Szia. Milyen volt? Jó volt. Minden okés? Akkor indulhatunk? Még elmegyünk kórházba egy percre. Az ujjammal. És aztán indul Nasz Danihoz, jó? Semmelweis Egyetem, Orvostudományi Egyetem, egyes számú sebészeti klinika. Ide megyünk be, én szerintem műtét lesz, aztán már meglátjuk. Ez a mentő még nem értem jön. Végülis nem lett műtét ma. Én azt hittem, hogy már föl fogják tárni az én ujjamat, de nem kaptam egy gyönyörű szép kötést, egy párakötést, úgyhogy van egy nap, el fog dőlni, hogy vagy jobb lesz, vagy rosszabb. Hogyha javul, akkor hurrá, hogyha esetleg nem javul, akkor pedig meg kell vágni. Én szerintem ez lesz ebből, de hát majd meglátjuk. Na, megálltunk egy gyors pihenőre. Biztonságért, olykor az a mizéria. Na szóval, megálltunk és most bemegyünk ide a kútra, hogy egy kis kaját szerezzünk Lócikának. Mit szeretnél, Lóci? Hotdogot. Hotdogot. Úgyhogy akkor egy hotdogot, és veszünk fel a üdítőt, aztán go tovább. Sziasztok! Most, ami most történik, azt nem hiszitek el. Megérkeztünk Nasz Daniékhoz, itt vagyunk Rémen. És egy igazi Rém történetbe keveredtünk bele, hiszen néhány másodperc ezelőtt elment az áram mindenhol, tehát effektíve semmit nem lehet látni körbe sehol. Itt állunk a helyi iskola előtt, ahol igen, szerettünk volna videókat rögzíteni a számotokra. Szól egy riasztó berendezés, mert ugye ez külön akkumulátorról megy, de sehol semmi áram nincsen, csak annyi, amennyi a mi telefonjainkban. Igen. Hát akkor mi lesz elő? Hát reméljük, hogy visszajön az áram. Ha nem, akkor így jártunk. Mindegy, mindenre fel kell készülni, csak derűsen, ez a lényeg. Így van. Visszajött a fény, visszajött a fény. Lux in tenebris. Tényleg beszél latinul? Azaz. Hé, várjon! Ez mit jelent? Fény az éjszakában van, lesz latinulánk is nem sokára, úgyhogy erre készülünk. Elkezdtünk forgatni, és akkor Nasz Danival közösen jövünk hamarosan a speciális kis videóinkra. Köszönöm szépen! Sziasztok! Itt ülünk a Rémi általános iskolában, Danival, Nasz Danival, új baráttal. Nekem nagyon nagy dolog az, hogy találkozom veled. Nekem, meg bár! Elsősorban azért, mert a fiam óriási rajongótok volt már régen, mielőtt bemutatott benneteket nekem.
Másrészt pedig nekem mindig nagy öröm, amikor olyan fiatal emberek ismertek meg, akik sikeresek és ambiciózusak. Te 6 éve videózol? Igen, a YouTube-on. És hogy indult ez a te életedben? Hát ugye úgy kezdődött, hogy volt egy szerelmi csalódásom, és akkor ilyenkor ugye... Minden így kezdődik. Igen, minden így kezdődik. Lefoglalja magát az ember, és akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy videókat feltöltöm az internetre, szerettem csinálni, szeretem megnevettetni az embereket, szeretek segíteni nekik, és akkor próbálom jó célok érdekében felépíteni még jobban ezt a... Szuper, azt hallottam most, hogy nemrégiben pont a feliratkozók, meg az ismerősök segítségével, sikerült a Suliban is egy valami felújítást csinálni. Így van, a mosdót felújították a nézők segítségével, szavazáson. Igen, és ez egy kis zsákfalunak azért ez egy óriási lehetőség. Gratulálok. Köszönjük nektek. Szépen. És akkor te ide jártál iskolában? Így van, 8 évig. És jó tanuló voltál, amikor ide jártál? Itt jó tanuló voltam, középiskolában már. Jó, hát akkor már indig eltózni. Igen. Szerint visszahúzódó gyerek voltam. Na de most de tényleg az voltál? Tényleg, igen. Tehát akkor mi nem volt jelenleg ez a bóckodás? Nem, így a videózásra, és egyre jobban találtam meg önmagamat benne, hogy magamat tudom adni, és ez fantasztikus. Mennyien éltek itt Rémen? 1200 körül. Pontosan azok nem tudom. 1200 fős település. És milyen itt a mindennapok? Mindennapok? Hát ahogy látod, hát most ment el az áram először szerint. Most kicsit sötétek voltak a mindennapok. Mindennapok, hát mindenki reggel elindul dolgozni, mennek iskolába. Mindenki ugye, ismer mindenkit. Mindenki ismer mindenkit, mindenki tud mindenkire mindent. És ugye a diákok Bajára vagy Jánosra már a szomszéd városokba járnak be iskolába, 30 perc busszal körülbelül, és akkor úgy járnak be a középiskolába. És akkor délután érkeznek haza? És a 3-4, így van, azért érkeznek, így van. És van nagy települési élet, tehát valami tudom én, falunap vagy... Igen, falunapot nyáron szokott lenni, a Kakas Fesztivál, meg a fiatalok is szoktak csinálni, ritmusfesztivált, és jó. Vannak lehetőségek, ilyen diszkók, akkor bálok mindig vannak, ugye, negyedévente azt hiszem, úgyhogy mulatni tudnak az emberek. Mulatni, és nem felejtenek el valahol, akkor igaziban nincsen baj. Még egy kérdésem volna, még pedig az, hogy te hogyan tervezed, hogy 5 év múlva mi lesz vele, mivel fogsz foglalkozni? Nagyon jó kérdés, köszönöm, mert mindig én teszem fel ezt a gyerekét meg. Hogy én nekem tényleg a példamutatásra épül a csatornám, és rengeteget jótékonykodok, próbálom előrébb vinni, mint gondolkodásmód, illag az embereket, mint hogy hogyan bánjunk a testvéreinkkel, hogyan bánjunk az emberekkel, hogy jó példát mutassunk, ha már ennyien néznek, vannak hibák, de én tényleg jó ember akarok lenni, és hogy még több embert elérjek, előadásokat tartsak, és a jó dolgokat csináljunk együtt, egy közössége, mint ahogy megnyerjük a mosdófelújítást, vagy például egy kisfiúnak a barcelonai műtétjére sikerült gyűjteni pénzt. És csodás. Na látjátok, én ezt becsülöm igazán, hogyha valaki olyan, mint a Nazdani, és azt mondja, hogy például lehet állítani minden fiatal ember elé, a mi nálad is fiatalabbak elé is, meg az idősebbek, a nálam fiatalabbak elé, hogyha valaki azért foglalkozik a nyilvánossággal, úgy foglalkozik a videózással, úgy lesz influencer, hogy az, amit influál, az egy érték, az egy jó dolog. Hogyha valamit el akar érni, és nem pusztán azt, hogy sztárkodjon azért, mert hogy sztárkodjon, és hogy ismertebb legyen, és hogy is felismerjék, hanem azért, hogy valami jót tudjon tenni, akár másoknak is. És Nazdani ilyen fiú. Amit rögtön megláttam, amikor az első videódat láttam, az, hogy egy tiszta szemű, egy őszinte tekintetű, igazi rendes emberről van szó. Nagyon örülök, hogy megismertem. Én is nagyon örülök. Köszönöm szépen. Tartsatok velük a jövőben is. Hát most az egy fontos kérdésem, Larikám, hogy mit javasolsz nekem, mert ugye hát, tudom, hogy neked is elég sok követőben mennyi van pontosan? 324 ezer, most érjük el. Tehát 300 fölött vagy, és hát nekem is már 700. Az nagyon jó. 700 fölött vannak a feliratkozók. Mi is kezdtük. De neked is 300 ezer, akkor mi? Ja, igen. Ti 300-an vagy 700-an, mi 700-an. Mit javasolnál? Megkérdezlek, bár hát te még mondjuk kezdő vagy, hogy hozzám képest, hogy 300-700 látjuk ezeket a legnagyobb különbségeket. Tehát, hogy
Nekem mit kéne szerinted máshogy csinálni, jobban csinálni, tudsz-e mondani valamit? Máshogy nem kell, mert nagyon jó. Épp néztem, hogy egy komment is érkezett a videód alá, hogy mind képileg, mind hangilag nagyon jó. Mert én ilyen 1000 forintos recsegős mikrofonnal, én nem is értem, hogy tettem fel azokat a videókat, és ez nagyon jó. És úgy gondolom, hogy ami a csatornán tartalma, az nagyon-nagyon sok embert érdekelhet, mint például itt a kulisszatitkok, meg minden, hogy ezekre nagyon rá fognak állni az emberek. És én szorítok neked, és nekem ez egy örök élmény, hogy én ezt veled forgathattam. És egy nagyszerű ember és családban. Én nagyon sok, és ez tényleg így van. Én meg azt igyekszem megtanulni, és én arra jöttem rá, hogy akkor lehet az ember jó ebben, hogy mindig elmondjuk, hogy ez ad magadat. Így van, ez egy önmagad. De hogy tényleg tisztán meg kell mutatni azt, hogy te valójában milyen vagy, és ha az érdekes, ha abban van tartalom, ha van benned valami, akkor azt gondolom, hogy sikeres is lesz. Ja. Köszönöm szépen, Dani, tanácsaidat. És köszönöm azt, hogy együtt ügyéskedtünk. Itt vagyok az iskolai tablók előtt, úgyhogy mutatnám nektek. Nasz Dani. Nagyon fiatal korában. Hát kérem tisztelte, azért vannak, akiknek jót tesznek az évek. Dani is közéjük tartozik. Az Daniéknál. Kedves meghívást kaptunk, úgyhogy most bevegyünk hozzájuk. Jó estét! Isti, ezt átadom neked egy felszőt. Hello! Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Szervusztok! Jó estét! Készsokom tiszteletem! Jó estét! Sziasztok! Sziasztok! Jó estét! Hát egészen meg vagyunk tisztelve, hogy ez csodálatos, nagyon szépen köszönjük. Egyébként hoztam az asztal, jaj, ezt minden elkezdeni pillanat. Unikum, az igen, unikum pálinkák, szóval ezek kezdenek előkerülni. Úgyhogy egy kis vörösborot tudok hozzájárulni, ezt fogadjátok sok szeretettel. Nagyon szívesen. És még egy apróság, ezt hoztam ajándékba. Ez meg a Pál utcai fiúk hangos könyv, ezen én mondom el az egész Pál utcai fiúkat. Hátha az ifjúság. Úgyhogy nem kell olvasni, meg lehet hallgatni. Ott van az egész Pál utcai fiúk, egy MP3-ban jó. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. Készülünk a vacsorához, de gyakorlatilag már igen, itt van Lóci is megérkezett. Itt van az egész család, csodálatos minden. És ti a halásztét fogtok enni, ugye? Igen, halásztét. És éppen most beszéltünk arról, hogy a halásztét kétfajta módon eszik Magyarországon, ezt elmondod? Hát én nem, a szegedi, meg a bajai halászté, ugye, és nekem a párom szegedi, és ott ugye kenyérre eszik. Nekem az nagyon furcsa. Mi meg tésztával eszünk. Igen, nekem is valami tésztával az igazi, de ezzel nem szeretnék senkit megbánni. Tehát szeretjük azokat, és így kenyérre lesz, semmi gond nincsen. Én vagyok, aki se tésztával, se kenyérre, mert én meg rántott sajtot fogok enni, meg rántott gombát, vegetáriánus kaját kaptam, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm az egész családnak. Úgyhogy itt vacsizunk, és elképesztően jól érezzük magunkat. Csodálatos estét töltöttünk Nasz Daniéknál, fantasztikus volt itt Rémen. Végtelenül nagy vendégszeretettel találkoztunk. Úgyhogy köszönjük Istvánnak is, hogy elhoztál minket, meg összeismertettél Danival. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon köszönjük. Jönnek ki a meglepetés videók, mi pedig indulunk haza. Elképesztő köd van, mutatom nektek, így indulunk hazafelé. Hamarosan véget ér ez a mai Rém történet. És csak azért mondom, hogy Rém történet, mert Rémen voltunk. Egy rémhelyes településen, és fantasztikus emberekkel találkoztunk, Nasz Danival és a családjával, valamint az általános iskola vezetőivel és dolgozóival. Köszönjük szépen nekik ezt a mai napot. Csodás volt. Yeah.
Hát milyen hét? Nem, mit látok? Nem, ez más. Mi ez az? Ez más. Ezt nem tudom magyarázni, de ez más. Szüzek rémem? Ez milyen oldal? Életem a valami oldalról. Október 21-ben akkor fogom, hogy itt leszek. Október 20-ban. Október 20-ban. Jóságos adjad is. Sok dolgom lesz itt nekem. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és írd le kommentben a véleményedet. Hogy ne maradj le, iratkozz fel. És persze kukkancs be hozzám az Instagramra és a Facebookra is.